Az érdeklődők az előadásokat két csoportban, több helyszínen, amennyiben a lehetőségek engedik, a szabadban követhetik nyomon. A héten az osztályfőnöki és a tapasztalt meg, hogy tovább adhasd elnevezésű szekciók fogadták hallgatóikat. Képzésünk gyakorlati és elméleti részt is tartalmaz. A gyakorlati részben műhelymunkákat, terepmunkákat, az elméleti részben pedig pótoljuk az elméleti tudásunkat. A járvány nem várt következményekkel járt az oktatásra nézve, teljesen fel kellett forgatnunk az eddigi ismereteinket, mondta Bori Mária, az osztályfőnöki szekció egyik előadója. Áttekintjük az hagyományos pedagógus szerepet is, és foglalkozunk egy kicsit ezzel a digitális tanárral és digitális osztályfőnökkel, vagy távoktatóval, ahogy manapság beszélünk róla. A képzés a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének együttműködésében zajlik. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének tagjai kulturális műsorral készültek a hallgatóknak. Elég bonyolult a helyzet, így kell, hogy mondjuk, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan fog zajlani a szeptemberi iskolakezdés. Na de mi erre is felkészülünk, tehát ezért vagyunk itten, tapasztalatot és tudást fogunk átadni a pedagógusainknak, és reméljük, hogy ezt alkalmazni is fogják a szeptembertől. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a Magyar Országgyűlés volt elnöke, a járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel nem tudott személyesen részt venni az eseményen. Gondolatait levél formájában közvetítette. Összetartásra, kitartásra és az emberi kapcsolatok fontosságára hívta fel a figyelmet.